kisebbségi fejezet a kormányprogramban, ezt javasolta az RMDS Dacian Csolos megbízott miniszterelnöknek. Az égiekben bíznak az önkormányzatok. Ha most hullana le a hó, 26 megyében nem lenne ki utat takarítson. Késnek a hőszigeteléssel, Marosvásárhely és Csíkszereda is elveszítheti az uniós pénzt. Köszöntöm Önöket, ez itt az Esti Híradó. Megkezdte az egyeztetéseket szakértői kormányának kialakítása érdekében Dacian Csolos, a kinevezett miniszterelnök szerda este az RMDS-szel és a Szociáldemokrata párttal tárgyalt. Az RMDS-szel folytatott tárgyalás után Dacian Csolos nem kívánt részletekbe bocsátkozni a sajtóval, mint ahogy nem nyilatkozott a többi párttal folytatott tárgyalás után sem. Kelemen Hunor szövetségi elnök viszont megosztotta a közvéleménnyel, hogy melyek a szövetség elvárásai a miniszterelnökkel szemben. Még akkor is, hogyha egyeztendőről van szó, akkor szükséges egy kisebbségi fejezet a kormányprogramba, ezt jeleztem a Dacian Csolosnak, illetve azt, hogy a törvények alkalmazásával kell kezdeni, mert az oktatási törvénytől kezdve az anyanyelv használata, a kétnyelvűséggel kapcsolatos rendelkezések esetében is számtalanszor megszegik a törvényt, és ennek nincs következménye. Hozzátette, a kormányt alkotó miniszterek névsorától teszik függővé, hogy bizalmat szavaznak-e az új kormánynak. Ebben szerinte csak is szakértőknek szabad helyet kapniuk politikai elkötelezettség nélkül. Szintén nem hozott döntést még a Szociáldemokrata párt sem. Liviu Dragnea pártelnök azt nyilatkozta, a PSD végrehajtó bizottsága vasárnap dönt arról, hogy milyen álláspontra helyezkedik a bizalmi szavazáson. 500 millió lejt kaptak a romániai megyék a novemberi költségvetés kiegészítés során. Székelyföldön útjavításra, az önrészek, bérek és adósságok kifizetésére fordítják a pénzösszeget. Rendkívüli ülésén fogadta bele a költségvetésébe Hargita megye tanácsa a speciális oktatási intézmények és a nevelési tanácsadó központ alkalmazottainak fizetésére szánt a kormány által áfából visszaosztott 1.052.000 lejt. Az év elején a kormány nem osztott le elégséges összeget, de ezt most a visszaosztás révén korrigálta. De elosztották a megyei és községi utakra áfa visszaosztásból kapott 12,2 millió lejes összeget is. Fontos és sürgős volt most meghozni ma ezeket a döntéseket, amely keretében Csík és Udvarhely több községi útjának a befejezésére fordíthatunk összeget. Ugyanakkor az is látszik, hogy a kormány visszatért, meggondolta magát, azt az évelei rossz döntését korrigálta, hogy a megyei tanácsokat kihagyták az ezévi költségvetés hasznosítása, továbbosztása tekintetében. A legtöbb pénzt Újszékhely, Oroszhegy, Madéfalva és Zetelaka települések kapták. A kormány költségvetés kiegészítéséből, illetve az áfa visszaosztásból Maros megye is részesült. Így több mint 3,2 millió lej folyik be a szociális gondozásban tevékenykedő intézmények kasszájába, 22 millió lej pedig a megye saját költségvetésébe. Ebből állják a 90 napnál nagyobb adósságok törlesztését, valamint némely Európai Uniós projekt önrészének a kifizetését, de további közel 12 millió lejt fordítanak az utak javítására is. A prioritást, hogy hova teszik a polgármesteri hivatalok, azt biztos, hogy mindenik tudja, hogy neki melyik az a fontosabb, és melyik az égetőbb, ahova tegye ezt a pénzt. Nyilvánvaló, hogy tehát az út hosszak és az állapota, amit most le fognak közölni, az lesz a mérvadó, ami alapján megpróbáljuk elosztani, úgyhogy tényleg mindenki ebből részesülje. Arról, hogy mely települések részesülnek a kormánytól kapott pénzből, a Maros megyei tanács rendkívüli tanácsülésen dönt. Már egy kisebb havazás is káoszhoz vezethet. 26 megye önkormányzatának ugyanis nincs szerződése hóeltakarító cégekkel. A kiírt versenytárgyalásokra úgy tűnik, senki nem akar jelentkezni. Tavaly készültek ezek a felvételek, az előrejelzések szerint várni kell még az ekkora havazásra, ám Hargita megyében felkészülten várják a telet. Tavaly egy 3 éves keretszerződést kötött a megyei tanács. Fel van a megyei önkormányzat készülve az idei téli időszakra. Azt kell tudni, hogy külső cégek végzik a hótalanítást. Útjainkon összesen 8 külső cég dolgozik. Ők már a gépeket felkészítették az esetleges beavatkozásra. Azonban nem minden megyében ilyen szerencsés a helyzet, sőt, mindössze 15 megyében kötötték már meg a szerződéseket a hóeltakarító cégekkel.
A többi 26 megyében még nem véglegesítették a hóeltakarítási szerződéseket. Azt kértem, hogy ezek november végéig tegyék meg. Ez szinkronban van az időjárás előrejelzéssel. A meteorológusok biztosítottak arról, hogy a következő 3 hétben nem lesznek különösebb időjárási szélsőségek. Maros megyében a 830 km megyei utat 7 térségre osztották, 2 résznek nincs takarítója. A nyertes cég áprilisban visszamondta a 4 éves szerződését. Két nyilvános licit volt, senki nem jelentkezett. Azóta még 2 direkt tárgyalás volt az utak karbantartására, illetve a hóeltakarításra vonatkozó munkák kiadásáról. Ma volt a 2. versenytárgyalás az árajánlatok letételére, de ma sem adta be senki a pályázatot. A 2 problémás zóna Vámosgál falva, illetve Szászrégen térsége. Maros megyében újabb tárgyalást írnak ki, és reménykednek, hogy jelentkezik valaki. Ez az egyetlen lehetőség, ugyanis a törvény arra kötelezi az önkormányzatokat, hogy külsős cégeket bízzanak meg a munkával. Arra a kérdésre, hogy mi lesz, ha időközben lehavazik, azt a választ kaptuk: lezárjuk az utakat. Országszerte gőzerővel zajlik a tömbházak hőszigetelése. Ha nem sikerül idén befejezni a munkálatokat, elúszik az uniós támogatás. A büntetés mellett pedig az elvégzett munkálatokat is ki kell majd fizetni. Jelenleg 47 tömbház hőszigetelésén dolgoznak Marosvásárhelyen. Az összköltség 60%-át uniós pénzből finanszírozzák, a maradékon fele-fele arányban osztozik az önkormányzat és a lakóközösség. Sietni kell, szorít az idő. Ha december 15-ig nem sikerül befejezni a munkálatokat, oda az uniós pénz. Reméljük, hogy befejezik a kivitelezők, akik elnyerték ezeket a munkálatokat, hiszen ha nem fejezik be, egyrészt büntetést kell fizetni, másrészt saját költségvetésből kell fedezzük a költségeket, hiszen december 31-e után nem lehet elszámolni semmilyen költséget. Marosvásárhelyen tehát egyelőre még reménykednek, Csíkszeredában azonban már biztos, hogy néhány tömbház hőszigetelését nem tudják befejezni idén. Ennek a megoldása egyelőre tárgyalás szintén van Gyulafehérvár, a kormány és a polgármester hivatal között, hogy ennek milyen lehetőségei vannak. Én úgy látom, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy ott, ahol nem fejeződnek be ezek a munkálatok, ott a kormány meg fogja engedni azt, hogy az anyagokat meg lehessen venni. Ebben az esetben ugyanis csak a munkadíj kifizetése maradna jövőre, amelyet a csúszás miatt teljes egészében az önkormányzatnak kell kifizetnie. Ez azonban még nem biztos, így egyelőre nem tudni, hogy a csúszás mekkora plusz kiadást jelent az önkormányzatoknak és a lakóknak. Kedvez a szokatlanul meleg időjárás a baktériumoknak, gyakoriak a légúti megbetegedések, és a gyerekek is könnyebben megfáznak. Influenza járvány még nincs, az oltásokat viszont már elkezdték beadni. Maros megyében 14 000 influenza elleni védőoltást osztottak ki, ebből azonban csupán 5 000-et adtak be, ugyanis csak ennyi páciens igényelte. Influenza járvány még nincs, a légúti megbetegedések azonban egyre gyakoribbak. November 2 és 8 között az orvosok, családorvosok jelentései alapján a megyénkben 4900 megbetegedés volt, ez felső légúti megbetegedést jelent, úgy mint virózis és tüdőgyulladás. Ha nézzük az előző hetet, akkor ez 250-nel több, mint az előző héten. A leggyakoribbak az egyszerű meghűlések, a gennyes mandula, a légcsőhurut, valamint a tüdőgyulladás. A szokatlanul meleg időben a baktériumok is aktívabbak, de megfázásra is nagyobb esély van, a változó időjárás miatt ugyanis nehéz a hőmérsékletnek megfelelően öltözni. Az is nagyon rossz, hogy reggel nagyon hideg van, délben pedig melegebb van. Ezért egyes szülők túlzásba esznek. Nagyon felöltöztetik a gyereket, ők pedig sokkal többet mozognak, a vérkeringésük is sokkal intenzívebb, akkor leizzadnak, ki kell menni vécézni, vagy épp valamiért kiszaladnak, és akkor már a baj megvan. Tatai Ildikó elmondása szerint ebben az időszakban ajánlott kerülni a tömegközlekedést és a nagy áruházakat, és gyümölcsökkel, C-vitaminnal erősíteni a szervezetet. A változékony időjárás okozta kellemetlenségekre egy ideig még számítani kell. Az előrejelzések szerint ugyanis a tél még várat magára. 1,8 milliárd eurós sürgősségi pénzalap létrehozásáról írtak alá dokumentumot a máltai Valettában az Európai Unió vezetői. Az összeget az afrikai államok támogatására és az illegális migrációt kiváltó okok kezelésére fordítják.
Az EU-Afrika találkozón, illetve a rendkívüli EU csúcson ismét a menekült válság kérdése volt a megbeszélések központi témája. A tagállamok közötti jelentős nézetkülönbségekre Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke világított rá az érkezésekor elhangzott sajtónyilatkozatában. Sokan úgy gondolják itt, hogy a bevándorlás pozitív dolog. A közelmúlt európai tapasztalata azonban az ellenkezőjét mutatja. Jelenleg a migráció nem nyertes-nyertes szituációt teremt a származási és a célországok szempontjából, hanem vesztes-vesztes szituációt, és erről nem beszélünk nyíltan. Meg kell változtatnunk a retorikát, és nem szabad pozitívnak beállítani a migrációt, mert ez ellentmond az európai polgárok benyomásának. Martin Schulz EP elnök szerint viszont a jelenlévő vezetőknek nem a migránsok ellen kell döntéseket hozniuk, hanem a fegyveres konfliktusokat, a szegénységet vagy a reményvesztettséget kell orvosolniuk országaikban. A találkozón Romániát Klaus Johannis államfő képviselte, aki útnak indulása előtt a közös európai fellépés fontosságára hívta fel a figyelmet. A könyvé a főszerep most Marosvásárhelyen, és turistákat csalogatnak a Székelyföldre. Lássuk, mit kínálunk még a híradóban. Perskapu Marosvásárhelyen villámcsődülettel nyitott meg a 21. nemzetközi könyvvásár. Bukarestben kínálják Székelyföldet, egységesen képviselik a régiót a turisztikai vásáron. Megkezdődött a 21. nemzetközi könyvvásár Marosvásárhelyen. Erdély legnagyobb könyves szemléjén idén is több mint 30 standdal és változatos kísérő rendezvényekkel várják az érdeklődőket. Verskapu építésével kezdődött a 21. könyvvásár. A jelenlevők kedvenc idézeteiket hozták el, melyekből kapu épült a Nemzeti Színház bejárata elé, ezzel is hangsúlyozva az idei vásár mottóját, mely kapu a lélekhez. A könyvvásár egyben az erdélyi kiadók ünnepe is. Mi, mint kiadók, a szakma itt tudunk találkozni, de nem csak az olvasókkal, hanem egymással is, valamint hát az erdélyi kiadóknak a Marosvásárhelyi vásár az a fórum, egyik legfontosabb fórum, ahol a könyveink is általában erre vásárra készülnek, tehát egész évben azért dolgozunk, hogy itt be tudjuk mutatni az újdonságainkat. A kiadókon túl a könyvvásár a könyvesboltok számára is remek lehetőség, hogy kínálatukat a nagy közönséggel megismertessék. Forgalmasabb, és így a bolt is talán többen megismerik. Megismerik, hogy milyen könyveket lehet vásárolni, tehát ez szerintem minden boltnak mozgalmas időszak, karácsony előtt. A vásár ideje alatt az olvasás szerelmesei több ezer kiadvány közül válogathatnak, de a programot kulturális rendezvények is színesítik. Színházi és zenei produkciók közül először a színházat emelném ki. Itt a Kolozsvári Állami Magyar Színháznak a Leonc és Léna című darabjáról van szó. Ugyanakkor két felolvasó színházzal is kedveskedünk az ide látogatóknak. Ez egyik Varga Gábor Kályha búcsúztató, illetve Garaci László Ovi Brother című darabja. A zenei produkciók terén Halász Juditot emelném ki. Ő először lép fel itt Erdélyben a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár keretében. A három nap alatt emellett számos könyvbemutatóra és dedikációra kerül sor, de Magyar Írók Estje főszerkesztő kerekasztal beszélgetése és János Házi György emlékest is várja az érdeklődőket. 16. helyen van Románia az angolul legjobban beszélő államok listáján. A rangsort egy nyelvtanításra szakosodott nemzetközi oktatási cég állította össze. A 70 ország közül Románia többek között Magyarországot és Franciaországot is megelőzte. Kiemelt hangsúlyt fektetnek az iskolákban az angol nyelv tanítására, az utóbbi években divattá vált angolul tanulni. Ehhez hozzájárul az is, hogy megnőtt a külföldi tanulmányi lehetőségek száma, melyekkel sok diák szeretne élni, de a munkavállalásban is elengedhetetlen az idegen nyelvtudás. Valóban úgy érezzük mi is, hogy a tavalyi évhez viszonyítva egyre többen beszélik az idegen nyelvet, főképp az angol nyelvet. Az gondolom azzal is magyarázható, mivel nem feltétlenül csak a külföldi munkavállalás esetében fontos az angol nyelvismeret, vagy egyszerűen bármilyen idegen nyelvismerete, hanem már az itteni munkáltatók is ezt nagyon erősen megkérik. Az angol nyelv elsősorban a 18 és 44 év közötti korosztály körében népszerű, a 45 év fölöttiek inkább németül tudnak. Magyarországon például fordított a tendencia, ott a német nyelv a népszerűbb, az angolul beszélők listáján 21-ek. Ott a televízió adásokat, például filmeket, rajzfilmeket szinkronizálják, tehát nincs annyi lehetőségük például angol nyelvű
filmeket, rajzfilmeket nézni, mint a Romániában a gyermekeknek. Nálunk egyelőre ez a szinkronizálás nem divat, tehát én ezt találnám például egy oknak. Kovács Gabriella azt is hozzátette, a filmekből és a médiából szerzett nyelvtudás nyilván nem elegendő. Elengedhetetlen a folyamatos gyakorlás, lehetőleg élő beszédhelyzetekben. Erre pedig a nagyobb városok több lehetőséget biztosítanak. A listát egyébként az észak-európai országok, Svédország, Hollandia, Dánia és Norvégia vezetik. Országos sztrájkba kezdtek a pénzügyi alkalmazottak, ezúttal nem a fizetésemelés a tét, hanem az országos pénzügyi hivatal vezetőjének lemondását követelik. A sztrájkot a közalkalmazottak szakszervezetei tömörítő Szedlex kezdeményezte, ehhez csatlakoztak a megyei pénzügyi hivatalok alkalmazottai, akik a munkahelyi előléptetésre szervezett versenyvizsgák kapcsán szólaltak fel. Azt mondják, az országos pénzügyi hivatal menet közben változtatja a szabályokat, és ezzel az érvényben lévő jogszabályokat is megszegi. A brassói régióhoz tartozó megyei pénzügyi kirendeltségekben dolgozók versenyvizsgáit Brassóba költöztették. Mi, mint szakszervezet, kértük a közhivatalnokok országos ügynökségétől, hogy vizsgálja meg az elnök kézjegyével ellátott átirat törvényességét. A három oldalas válaszban konkrétan az áll, hogy pénzügyi hivatal elnökének a kezdeményezése törvénysért. Mi több, a Szedlex képviselői szerint a vizsgáztató bizottság összetételén is módosított a ZANAF elnöke, ezért most Gyélu Diákonú lemondását kérik. A három órás sztrájk ideje alatt az adóhivatalokban nem szünetelt az ügyfélfogadás. Négy nap alatt a világ körül, ezzel a címszóval várja a látogatókat Románia nemzetközi turisztikai vására. A bukaresti Romexpo kiállítási központban ma megnyílt vásáron Székelyföld és Magyarország vendéglátói is csalogatni próbálják a turistákat. Székelyföld egységes standdal várja látogatókat, amelyet az is megkönnyít, hogy a közelmúltban a térség vendéglátói egyesületbe tömörültek, Proturismo Terre Siculorum néven. Az egyesület elnöke Pál Zoltán elmondta, hogy arányaiban növekszik a belföldi román turisták száma, akik már nem hisznek a térségre vonatkozó hivatalos negatív propagandának. Ami nekik csak hébe-hóba volt egy-egy szováta emlék, egy-egy tusnád fürdő vagy kovászna fürdő emlékük, azt most gyakorlatilag fel tudjuk mutatni, hogy egy egységes Székelyföld erős pontjai, és hogy az egységes Székely üzenet turisztikailag egy jól meghatározható üzenet, és ezt erősítjük évről évre. Az egyik legismertebb székelyföldi célállomás, Tusnádfürdő, a négy évszakos üdülőváros jelmondattal várja a turistákat. Molnár Ákos vezérigazgató szerint Bukarestben van a legnagyobb hasonló vásár, ezért érdemes ide évente visszajárni, különösen, hogy a város egyre jobban felkészül a látogatók fogadására. Tusnádfürdő szinten is meg elég sok befektetés indult el az idén, és reméljük, hogy fog folytatódni a jövőre is, mert szeretnénk, hogy Tusnádfürdő egy keresett célállomás lenne a belföldi és a külföldi turisták számára is. Románia nagyon fontos piac a magyar turizmus számára, így nem vitás, hogy rendszeresen jelen kell lenniük Bukarestben, mondta el a Magyar Turizmus ZRT bukaresti képviselője, aki elárulta, az idén legalább 5-6%-kal nőtt a romániai turisták vendég éjszakáinak száma Magyarországon. Nem se bemutatni kell igazán már Magyarországot, szerencsére Bukarestben ilyen távol, hanem konkrét szolgáltatói ajánlatokkal vannak, mint látják most is, nagyon nyüzsgés a standon, nagyon sok szolgáltató jött velünk, és konkrét ajánlatokat, csomagokat értékesítenek az itteni vendégeknek. Az idén 16 ország 220 kiállítójának van standja a turisztikai vásáron, a legkülönbözőbb ajánlatokkal, a pihenő, kulturális, üzleti, falusi, gyógy, egzotikus és kalandturizmus terén. Bár csak jövő tavasszal írják ki az új uniós mezőgazdasági pályázatokat, a szakemberek szerint ajánlatos már most elkezdeni a dossziék összeállítását. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapnál a legmagasabb a lehívási arány az országban. A 2014-2020-as időszakra mégis csökkent az előirányzott EU-s támogatási keret.
Vidékfejlesztésben a gazdaságok korszerűsítésétől a termékek feldolgozásáig és az infrastruktúra fejlesztéséig számos pályázati lehetőséggel élhetnek a gazdálkodók. A támogatás több 10 000 euró is lehet. Ezek a felvételek Nyárád mentén készültek, itt számos beruházást valósítottak meg uniós pénzből. Szentes Norbertnek méhészete van, a fiatal gazdáknak kiírt pályázaton nyert tavaly. Bonyolult a papírok eljárása, 2 hónapig csak papírokkal foglalkoztam és ezek intézésével. Megéri, mert nagy összegről van szó, és sokat segít a fejlesztésben. A pályázat 5 éves, 5 évig kell tartani a méheket, és a beruházást el kell végezni az első 3 évben. Az idénre kiírt pályázati pénzek elfogytak, jövőre lehet majd újabb forrásokat lehívni. A pályázat összeállítása időigényes, ezért megéri már most elkezdeni. Fontos, hogy ne csak a pályázatírók, hanem a gazdák is átolvassák a dossziét, tanácsolja a szakértő. Egyes pályázatírók lehet, hogy az ő ötletüket vitték be a pályázatban, nem olvasta át a gazda, és mikor ott van, hogy teljesíteni kell, és kimentek az ügynökség, a kifizetési ügynökség emberei ellenőrizni, hát akkor értesül róla, hogy ezt is kellett volna, azt is kellett volna. Ez a tapasztalat megvan, ezért mondom, hogy nézzék át a pályázatokat, és figyeljenek oda, mert egy szerződés után, ha aláírták a nyertes a pályázat, ami benne van, azt teljesíteni kell. Pályázatok terén 2-es időszak a jelenlegi. A 2007-2013-as periódusban leadott pályázatok esetében az elszámolások december végéig lezárulnak, illetve elkezdődött a 2014-2020-as időszakra az új vidékfejlesztési terv. Az új pályázati kiírásokra 2016 tavaszán lehet számítani. Ritmikus gimnasztikában szereztek érmeket a gyergyószentmiklósi tornászlányok. Sporttal folytatjuk a híradót. Idén is díjazni fogják a legjobb sportolókat és csapatokat. Az idei sportgála dátumát Maros és Hargita megyében már véglegesítették. December 17-én rendezik Maros megyében a hagyományos sportgálát, amelyen a 2015-ös év legnagyobb sikereit díjazzák. A szervezők idén komolyabb műsorral készülnek, amely során sportbemutatókra is sor kerülne. Kós Béla szervező ugyanakkor más, fontos információkra is felhívta a figyelmet. A sportolók, akiket díjazunk, azok a Maros megyei kluboknál kell legyenek leigazolva, hogy elkerüljük a tavalyi megjelent több helyi labba, hogy nem díjaztunk ilyen és olyan sportolókat, akik tulajdonképpen más megyéknek sportolnak. Tehát itt kimondottan azokról van szó, akik a megyei kluboknál vannak leigazolva. A Hargita megyei sportgálára december 19-én kerül sor, és mint megtudtuk, november 15-éig kell a klubok elküldjék az eredményeket. Kovászna megyében még nincs leszögezve, hogy mikor díjazzák a megye legjobb sportolóit. Ma este rendezik a Norvégia-Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki pótselejtezőt. A magyar válogatott utoljára 1981-ben tudta legyőzni a norvégokat, ezen pedig már ma este javíthatnak. A találkozó egyébként 21 óra 45 perckor kezdődik. Érmekkel tértek haza a gyergyószentmiklósi tornászlányok Szerbiából. Az eredmény azért is érdekes, mert a sportolók mindössze néhány hónapja foglalkoznak ritmikus gimnasztikával. Büszkén mutatják érmeiket és a kupákat a fiatal gyergyószentmiklósi tornászlányok, akik rövid időn belül eredményesek lettek. A kicsik már 2 edzővel készülnek, és Miklós Attila mellett Majorcsik Judit is felkészíti őket. Most már második versenyünkön vettünk részt. Tavaly Cegléden voltunk áprilisban, akkor egy hónapi felkészülés után középmezőnyben végeztünk. Az egész nyáron át tartó munka során, most Szerbiában pedig, hát nagyon jó helyezés. Nem mondom, hogy épp az élen, de második, harmadik, negyedik, ötödik helyezéseket értünk el. Hozzátette, rövidesen újabb versenyeken vesznek részt, ezúttal az országhatárokon belül. Gyergyószentmiklóson a tanulókházában, illetve a sportiskola keretén belül lehet ritmikus gimnasztikát tanulni. Ez volt a híradó, már is mutatjuk a pénteki időjárás részleteit. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!